A Várdombi Polgárőr Egyesület kapta idén az év Polgárőr Egyesülete címet. Elmondásuk szerint azért, mert nagyon sokat dolgoznak, minden rendezvényen kint vannak. Így hálálták meg, mi nagyon sokat járunk rendezvényre, a környékbeli rendőrség, úgyhogy az elnök úr mondta, hogy nekünk kapcsolatunk van a megyei rendőrökkel, és ők tudják nagyon, hogy a Várdombra bármikor lehet számítani, Várdomb, Csillagár, meg Szekszárd, ez három egyeset, akire bármikor lehet számítani, és szerintem a díj ezért érdemeltük ezt a díjat. Kettesével járnak szolgálatba a lovas polgárőrség tagjai. A családias hangulatú szerveződés nagyon komoly feladatokat lát el. Olyan dombos, erdős, esetleg sziklás területeken, ahová gépesített alakulat nem képes bejutni. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy Tolna megyei polgárőrszövetségnek van egy ilyen tagozata, hogy a lovas polgárőrök. És ennek a, mondhatom azt, hogy olyan közel 90% a fiatalokból, hölgyekből áll. Ők azok, akik a külterületen besegítik a egyéb más nehezen járható, gépjárművel nehezen járható területeken, nagyon aktívan tesznek polgárőr szolgálatot. A távlati tervek között szerepel, hogy a tagozat bővüljön. Minél több fiatalt szeretnének a soraikban tudni, és ápolni a polgárőrség intézményének hagyományát, mert tevékenységük, mint fogalmaztak, roppant fontos.